December 8-án második alkalommal rendezte meg városunk a Fel nagy örömre elnevezésű kórus találkozót a templomban. A bensőséges hangulatú hangversenyen három kórus adott koncertet. Fellépett a herendi Szent Euszták kórus, az ajkai pedagógus női kar, valamint harmadikként az Egri Fertálymesteri Testület férfi kara. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája is. Én már másodszor köszönhetem Önöket a Fel nagy örömre adventi kórus találkozó alkalmából. Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a jelenlévő kórusok és Önök is elfogadták meghívásunkat, hogy Gárdonyi Géza karácsonyi énekének megszületését együtt ünnepelhessük. Talán mindannyian ismerik a történetet, amelyről a Debreceni Gárdonyi Géza Emléktársaság egyik alapító tagja, M.Mester Katalin így mesélt a megyei dalban. Tima Lajos, Debreceni köztiszteletben álló igazgatója, s mint kántor, jeles zongorista, a kántor pedig a flóta művész révén, Gárdonyi egyházi énekek szerzésére buzdította. Először egy temetési éneket szerzett gyermekkarra, majd 1882 karácsonyakor az éjféli misén kedves hangú szerzeménnyel köszöntötte az isteni kisdedet. Fel nagy örömre az született, aki után a föld ebedett. A fülbe mászó dallamú indulóra emlékeztető karácsonyi ének szájhagyomány útján és a jó kántorok révén hamar elterjedt a környéken, majd az egész országon. Az imakönyvet, mint bizonyítékot, a Vöröstón és kántor tanítóskodó Molnár László őrizte meg. Mint ebecseriek a templom falán művészi domborművel emlékezünk egy jeles eseményre. És ugyancsak emlékezünk ezzel az adventi időszakában megrendezésre kerülő kórus találkozóval, hogy együtt ünnepelhessük a dal keletkezését, és azt, hogy közeleg a karácsony a megváltó megszületésének, a szeretetnek az ünnepe. Tisztelettel felkérem Bognár és Simon Katai, hogy a Gárdonyi Géza Emléktársaság nevében házigazdaként köszöntse az együttműveket. Tisztelt vendégeim, kedves hölgyeim és uraim! Köszöntöm Önöket a 2018. januárjában létrejött Gárdonyi Géza Emléktársaság nevében. A civil társaságot lelkes Gárdonyi Géza emlékét tisztelő és az ápolni szándékozó debreceni emberek hozták létre a nagy író dédunokájának támogatásával. Ő elfoglaltsága miatt egy kicsit később csatlakozik hozzám, de mindenképpen fontosnak tartotta, hogy megjelenjen. A Gárdonyi Géza Emléktársaság célja, hogy Gárdonyi Géza írói örökségét őrizzük, védjük helyi és akár országos szinten is, és ilyen rendezvények tartásával pedig kulturális emlékként is ápoljuk a nagy író tiszteletére rendezzük ezeket a rendezvényeket. Azt gondolom, hogy nem engem jöttek meghallgatni, hanem a kórusokat. Nagyon köszönöm a kórusoknak, hogy elfogadták a meghívásunkat. Minden vendégünknek azt kívánom, hogy érezzék magukat nagyon jól, éljék át az advent idejének meghittségét, és úgy távozzanak, hogy az advent a karácsonyvárás időszakára töltődjenek fel ezzel a mai koncerten. Mindenkinek kívánok nagyon-nagyon szép belső megújulást ebbe az időszakba. Köszönöm szépen! Kedves vendégeink, örömmel tölti el a szívünket, hogy az idei hangversenyt a debreceni pádovai Szent Antal templomban rendezhetjük. Köszönjük Nagy Pándor Mihály főtisztelendő plébániai kormányzó úrnak, hogy támogatta a helyet és biztosított az adventi találkozónak. Megkérem Nádi atyát, hogy szóljon a jelenlévőkhöz. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok! Isten hozta Önöket Debreceni pádovai Szent Antal templomban, és mint a helyszín házigazdája, a házigazda szeretetével köszöntöm Önöket. A mai este a hangoké, de nem a beszéd hangé, hanem az ének hangé, éppen ezért megpróbálok én is rövid lenni.
Azon érdemes elgondolkodni, hogy ma a zenész ünnepeink az egyik keresztül gondolkodunk egy kicsit. A zene az, ahol a különböző, az egymástól nagyon eltérő hangok is képesek valami harmóniát, összhangot létrehozni. Még azok a harmóniák is fontosak, amelyek diszonánsak, hiszen valahova vezetnek valami feloldódáshoz, valami kifejlethez. Milyen jó lenne, hogyha mi élő kottafejek, emberek is megtanulnák azt, hogy a különbözőségeink, mint a zenei hangok különbözőségei, az egyéniségünkben, a személyiségünkben rejlő különbözőségek, azok arra szolgálnak, hogy összhangot teremtsünk. Arra szolgálnak, hogy harmóniát hozzunk létre, és ezt egymás életében megvalósítsuk. Ha mást nem, minden esetre ezt mindenképpen megtanulhatnánk a zenéből, hogy a különbözőség, a különbözőségeink azok áldások, és nem átkok egymás számára. Azt kívánom, hogy a mai este is szolgálja azt, hogy a lelkünkben ez a zene, ami harmóniákat hoz egymás után, valódi emberi, lelki békét és harmóniát hozzon, ne csak ezen a karácsonyon, hanem az összes hétköznapon is. Hallgassuk így a mai felcsendülő zenéket, és kívánom azt, hogy lélekben épüljünk. Thank you.
Nem csak számos festőművészt, hanem számos zeneművészt, zeneszerzőt is megihletett. Chopin szövegét Palestrina, Guno, Verdi, Liszt, Schubert, Caccini, Kodály Zoltán is feldolgozták. Az ima első része maga az angyali üdvözlet, amikor Gábor főangyal Közdi Máriával a Jézus fogadtatásáról szóló hír, majd Mária meglátogatja és köszönti Erzsébet. A második rész az egyház által hozzáfűzött esedezés. Mindkét történetet Lukács evangéliumon meséli el részletesen. Tehát hallgassák meg az imát, Ave Maria, üdvözlét Mária! Thank you.
akarjuk, de a benne felcsendő Carol of the Bells jobban érezhetik sajátunknak. Ennek a népszerű karácsonyi ünnepnek nagyon sok köze van Ukrajnához. A dal eredetije ugyanis egy ukrán népdal, a Szcsetek. Nikolaj Leontovics 1916-ban dolgozta fel a népdal, az bekerült az ukrán nemzeti ének a repertoárjába, és eljutottak vele az Amerikai Egyesült Államokba. A gyorsan népszerűvé vált dallamra egy amerikai rádiós írt angol szöveget, amely teljesen független az eredeti ukrán népdal szövegétől. A dals gyorka dal gyors üteme, és a molban nevű dallam a csengők hangjára emlékeztette a szövegírót, így született a karácsonyi szöveg a harangok örömléneke. Ezt hallják most a magyar nyelven.
Thank you.
Ó, jöjjetek, imádjuk az Úrra!
Thank you.
valami esemény önmagában is egy ünnep. A kultúra ünnepe, másrészt Gárdonyi Géza ünnepe. Annak a Gárdonyi Gézának az ünnepe, akire mi itt Devecsetben nagyon büszkék vagyunk, hiszen 1882-től 1884-ig itt a mi kis településünkön tanított, abban az iskolában, ami mind a mai napig áll, és ma is a Devecseri alsó tagozatnak ad otthont. Nem csak azt szeretném megköszönni a kórusoknak, hogy eljöttek erre a mai eseményre, és gyönyörű előadásokkal kápráztattak el minket, hanem azt is szeretném megköszönni, hogy részt vesznek abban a küldetésben, abban a misszióban, amiben mi itt Devecserben szintén hiszünk, hogy közösséget építünk, értéket teremtünk és értéket közvetítünk. A mai egyre inkább atomizálódó társadalomban, ami egyre inkább sajnos az értéktelenségbe indul el, rendkívül fontos, hogy azokat az értékeket, amelyekkel a magyar kultúra is bír, és amelyeket a zene is tartogat mindannyiunk számára, megpróbáljuk átadni embertársainknak. És azt gondolom, hogy ebben az időszakban, az adventi időszakban, az ünnepvárás, az ünnepi készülődés, a vigília időszakában különösen fontos, hogy ezeket az értékeket átadjuk, hiszen így talán egy ilyen eseménnyel is valamit változtathatunk a világon. Én ezt is szeretném önöknek megköszönni, mert azzal, hogy önök ezt a tevékenységet végzik, nyilvánvalóan hozzájárulnak ehhez. És rendkívül örömteli, hogy ezen az eseményen megtelt itt Devecserben a Páduai Szent Antal templom, hiszen ez számunkra szimbolikus, ugyanúgy jelképes üzenettel bír ebben az időszakban, mint ahogyan üzenni akartunk az idejében megalakult Gárdonyi Géza Emléktársaság létrehozásával is, melynek én most a tagjaként szólok önökhöz, itt elnök asszony mellett, és rendkívül büszke vagyok arra, hogy Gárdonyi Géza dédunokája pedig, és kérem is, hogy ne itt a háttérben gondolva álljon, rendkívül büszkék vagyunk, hogy ennek az emléktársaságnak Keller Péter is alapító tagja, és velünk együtt ebben a küldetésben részt vesz. Szeretnénk, hogyha nem csak Devecserben lennének büszkék az emberek Gárdonyi Gézára, hanem az ország minden olyan településén, ahol Gárdonyi Géza élt és alkotott. Hiszünk abban, hogy ezeket a településeket egy egységes hálóvá lehet szervezni. Most már három ilyen település, Devecser, Szőlőfürök és most már Kál is hivatalosan Gárdonyi Géza település, mert mi abban hiszünk, hogy ezekből a közösségekből tud felépülni a magyar nemzet. De ezt is szerettem volna itt elmondani az önök körében. És még egyszer nagyon szépen köszönöm mind a Herendi kórusnak, mint az Ajkai Pedagógus Női Karnak, ami számomra azért kedves, mert régi ismerős arcok is vannak a kórus tagjai között. Volt kollégák, gyermekem, óvónénie például, csak kiemeljek néhányukat. Az egélyeknek pedig azt szeretném megköszönni, hogy ilyen hosszú utat tettek meg azért, hogy ehhez a mai alkalomhoz hozzájáruljanak. Önöknek pedig a részvételt, és mindannyiunknak nagyon örömteli, boldog családjunkban, családjunk körében eltöltött adventi készülődést kívánunk. Köszönöm szépen!